Bridget Wanninger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese, 15. fejezet. Madva papa új ágya. Egy viharos őszi napon Káró a nyuszi meghívást kapott Madva papához. Úgy tervezték, hogy isznak egy kis málnalevélteát, esznek egy kis mogyorótortát, és persze beszélgetnek is egy jót, még mielőtt a mackó téli álomba merül. November, december, január, február, március, számolta Káró. 5 teljes hónap. Én nem bírnék ennyi ideig nyugton feküdni. Milyen ágyad van neked? Arra felé van, megmutatom, dörmögte Medve papa. Már előkészítettem télire. Azzal bevezette Károt a hálószobájába. Micsoda, hükkent meg az ágyat meglátva Káró. Ebben a szúrós szalmában akarsz te aludni? Ezt nem gondolod komolyan. De igen, nyögte nagy zavarában a mackó. Jó, igaz, hogy az ágyam már kicsit régi, és nem is olyan szép, mint újkorában, de attól még igazán kényelmes. Kényelmes ez, hüledezett a nyúl. El sem tudom képzelni, hogy ebben a penészes szalmakupacban aludni lehessen. Azonnal készíts egy új ágyat, hallod? Aznap éjjel Medve papa tényleg rosszul aludt. A szalma szúrta a hátát, a szuette öreg ágy nyikorgott, legyék zümmögtek a füle körül, és igen, mintha kicsit büdös is lenne itt. Hogyhogy nem érezte meg ezt a szagot korábban? Holnap reggel, mondta magában, feltétlenül készítek egy új fekhelyet. Egy ilyen ágyban senki sem tudna végig aludni a telet. Reggeli után neki is vágott az útnak. Ment mendegélt, amíg egy tisztásra nem ért. Ott megpillantotta Valdemár vaddisznót, aki boldogan hempergett és dzsagonyázott. Hé, mit bámulsz? Röfögött rá dühösen a medvére. Bocsánat, motyogta Medve papa, csak új ágyat keresek, és azt akartam megtudni, hogy te hol szoktál aludni. Valdemár megenyhült. Hát itt természetesen, röfögte büszkén. Itt a kényelmes gödrömben. Nem akarod kipróbálni? De igen, dörmögte kíváncsi a Medve papa, és odafeküdt a vaddisznó mellé. A pocsolyának mocsár és növény szaga volt, de kényelmesnek semmiképp sem volt mondható. A sár hideg volt, a vizes földön pedig igen rossz fekvés esett. Ráadásul, amikor Medve papa feltápászkodott, érezte, hogy tetőtől talpig sáros. Ez aztán döfi, igaz? Mondta Valdemár büszkén. A legjobb benne, hogy gyógynövények nőnek az ágyikon mellett, és távol tartják a legyeket. Tessék, vigyél belőlük te is! Ó, köszönöm, dörmögte Medve papa, szedett magának egy csokorral, aztán elköszönt és gyorsan odébb állt. Hú, ilyen kaszos ágyat még soha életemben nem láttam, mormogta, amikor a vaddisznó már nem hallhatta meg. Próbálta kirezni a sarat a bundájából, de nem sikerült. A tóhoz ment hát, hogy megfürödjön, és kivel találkozott? Bella békával, aki éppen reggelizett. Szia, Medve papa, köszöntötte a béka. Mi szél hozott erre ezen a korai órán? Nos, az a helyzet, mondta Medve papa, hogy ágyat keresek magamnak téli álomhoz. Na hát, tényleg? Brekegte Bella. Akkor nézd meg, hol alszom én. Biztosan tetszeni fog. Medve papa követte a békát, és addig gázolt a sekély vízben, míg el nem értek a nád között lévő tisztásra. Ez az én vízi hálószobám, büszkélkedett Bella. Ez a legjobb ágy. Nincs más dolgod, mint ráfeküdni a vízre, venni egy nagy-nagy levegőt, aztán engedni, hogy lesüllyedjen a tófenekére az iszabba. Úgy fogsz aludni, mint a bunta. Figyelj csak, próbáld ki! Medve papa engedelmesen odafeküdt a vízre Bella mellé, aztán vett egy mély levegőt, de mi történt? Nem süllyedt le a vízfenekére, hanem csak a felszínén lebegett, mint egy hatalmas szőrös gumimatrac. A víz glugy-glugy, tényleg jó glugy-glugy. Medve papának bujborékok szálltak a szájából, ahogy beszélt, de én nem tudok így rendesen glugyogni. Nagy nehezen talpra állt, és kikecmergett a szárazföldre. Még jó, hogy a bundám alatt már ott a tér is írt tartalék, gondolta. Máskülönben biztosan megfáztam volna abba a jéghideg vízben. Ha ágynak nem is jó, de legalább tiszta lettem tőle. Ott ásított, és a falu felé vette az útját. A falu színén egy öreg pajtát talált, és annak a kéményén egy olyan hatalmas fészket, amilyet még soha nem látott. Egy jókora fekete-fehér madár ült benne, és hangosan kelepált.
Ha-hó, kiáltott fel medvepapa. A tojásokon ülsz? Dehogy, válaszolt a gígója, és felállt. Az én gyerekeim már régeségen kirepültek. Most csak arra készülök, hogy nekivágjak a többiekkel a vándorútnak. Ez igazából már nem fészek, csak ágynak használom. Igazság szerint én éppen egy jó ágyat keresek, dörmögte medvepapa. Megnézhetném? Hát persze, gyere fel, hívta a gólya. Medvepapa lihegve felkapaszkodott a kéményre, és belefeküdt a gólya fészekbe. Nagyon kényelmes volt, pihe puha és meleg, de sajnos nem volt teteje. A barlangban legalább nem fújt be a szél és a hó. Látom, furcsálod, hogy nincs rajta tető, bolintott Gigi. Épp ezért repülünk mi délre, amikor megjön az ősz. De tudod mit? Van egy zsák finom meleg pehelytollam. Nekem már nincs rá szükségem, nem viszed el? De igen, köszönöm, dörmögte boldogan medvepapa. Azzal beleöntötte a tollakat a Valdemár féle gyógynövények mellé, lemászott a tetőről, és elindult hazafelé. Mire hazaért, olyan fáradtnak érezte magát, mint még soha. Semmi másra nem vágyott, mint hogy lefekhessen végre, pedig még Jamában fenn járt a nap. De hová dőlhetne le? Abba a büdös légydonga színakupacba mégse fekhet vissza. Elgondolkozva áldogált az ágya felett, aztán támadt egy ötlete. Lehajolt és addig gyúrta formázta a szalmát, míg olyan kerek nem lett, mint egy gólyafészek. Amikor ezzel elkészült, szépen kibérelte a fészket a puha gólyatollakkal, végül pedig egy vázába tette a Valdemártól kapott növényeket, és láss csodát, a legyek úgy iszkoltak, mintha paritjából lőtték volna ki őket. Medvepapa lefeküdt, kényelmesen elhelyezkedett, aztán vette egy nagy-nagy levegőt, ahogy a békától tanulta. Kint hullani kezdtek az első hópályák, és lassan-lassan beborítottak mindent. Medvepapa a meleg barlangban feküdt, és téli álmot aludt. Úgy durmolt a kényelmes egyik ujjában, mint egy vaddisznó. Egy béka? Egy gólya? Nem, úgy, mint egy medve.